Azt mondja a vidékfejlesztési miniszter, hogy nem oligarchák, nem spekulánsok jutnak az állami földek bérletéhez, hanem helyben élő földművesek. Mégis nem egy helyről érkezett panasz a pályázatok értékelése miatt, és nem csak a földek összefüggésében jelennek meg pályázatok tisztaságát firtató kérdések, hanem egyre több közbeszerzéssel kapcsolatos kétség is felvetődik. Debreceni József írt már könyvet is pátkasszákról a politika fertőjére. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az Economist című brit gazdasági lap egyébként ugyanehhez a témához kapcsolódva úgy fogalmazott Magyarországról, hogy Orbán Viktor korrupció ellenes ígéreteiből mindössze annyi valósult meg, hogy az előző kormányzat alatt helyzetben lévő oligarchákat Fidesz közeli oligarchákra cserélték. Ön is így látja ezt a helyzetet? Vagy mennyiben más, ami most történik, mint ami korábban volt? Hát úgy gondolom, hogy a korrupció az eleve túl gyenge kategória ahhoz, hogy jellemezni lehessen a most működő szisztémát. Még az oligarcha se, tulajdonképpen csak a része a rendszernek, a részei a rendszernek az oligarchák. Mondjuk én oligarchának tekintem azokat a nagy gazdasági mogulokat, akik a politikai hatalommal való különböző kapcsolataik révén kölcsönös előnyök nyújtása révén gazdagodnak, tehát valamennyire összefonódnak a politikai hatalommal, mondjuk Csányi Sándor vagy Demján Sándor tipikusan ilyen, mint azok, akik a Videóton páholyában szokták a meccset nézni a miniszterelnökkel. Korábban, ha már a földekről volt szó, ugye Csányi Sándor is több állami gazdaságot szerzett még annak idején, amikor azt a bizonyos 12 állami gazdaságot az első kormányzás idején kiadták. Na most az oligarchákon kívül vannak Stroman gyanús személyek, fogalmazunk így. Akik feltétlenül oligarchákhoz kapcsolódnak? Nem, politikusokhoz? A politikusokhoz, méghozzá a legfelsőbb szinten. Hát ugye ismerté vált a Lángyá József tevékenysége folytán a Fejér megyei földpályázatoknak a sorsa, és hát ott olyan személyek nyertek óriási, ezernél jóval több hektáros területeket maguk és a családtagjaik révén, akik a miniszterelnökkel ápolnak nagyon személyes kapcsolatot, a Puskás Labdarúgó Akadémia elnöke, Mészáros úr, aki éppen olyan földterületeket szerzett meg a pályázatok révén, amely pályázatok egyébként titkosítottak, tehát tényleg csak a közvetlenül a pályázatban részesek adhatnak információkat a sajtónak, ami hát eleve nem normális dolog egy demokratikus országban. Viszont amikor ezek a kérdések rendre felmerülnek, akkor mostanában abba az irányba menekül a kormányzat meg a vidékfejlesztési minisztérium, hogy hát csak azért reklamálnak a szocialisták meg a hozzájuk közeli emberek, mert hogy valójában mi az ő érdekeiket sértjük, amikor az ő általuk tisztességtelen módon elosztogatott földeket és az ő általuk helyzetbe hozott oligarchákat szorítjuk vissza. Ugye ők nyilván azt mondják, hogy a valódi kisbirtokosok érdekében értelmezhető ez úgy is, hogy a másik klientúra érdekében. De ennyire egyszerű lenne ez a kérdés? Ugye ön a könyvében foglalkozott ezzel, és egyébként egyáltalán nem festett szép képet az előző időszakban kialakuló összefonódásokról sem. Nem. Hát, ami a földművelési miniszter nyilatkozatát, vagy a vidékfejlesztési miniszter nyilatkozatát illeti, hát az általunk megismert tényekkel enyhén szóval nincsen köszönő viszonyban se. Ugye az Ángyá József, aki egyrészt szakember a témának, másrészt tehát a Fidesz frakció tagja, és hát ebben az egész gazdaköri világban, meg a földprogramban nagyon fontos ismeretekkel rendelkezik. Ő két ilyen esetet elemzett, a Fejér megyeit, meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyeit, és hát ott kifejezetten azokat a tényeket mutatta ki, amelyek szerint a helyi gazdák, egyáltalán nem a szocialistákhoz kapcsolódó nagybirtokosok jártak pórul, és hát annak ellenére, hogy a pályázati föltételeknek, amiket persze át is írtak Borsod megyében, nem feleltek meg. De hadd térjek vissza a Mészáros úrra, tehát az ő általa megnyert pályázatok, földterületek, azok körbeölelik azt az István Majort, amelyik egy éve Orbán Viktor édesapjának a tulajdonában van, vagy van ott egy Flír János nevű, hát szintén ilyen, az a véleményünk alakulhat ki róla, hogy a féle Stroman szerepet játszhat, aki Lévai Anikóval birtokol közös földeket, korábban több adásvétel földcsere történt, és a helybeliek meg vannak győződve, ezt Ferenci Krisztina kitűnő kutatásaiból tudhatjuk, hogy a helybeliek úgy tudják, akik ott élnek, hogy ők a kezelői mindennek. Tehát ez a dolog eléri a miniszterelnököt is.
de van ennél egy sokkal súlyosabb része is ennek az ügynek, tehát a Csányi-szerű oligarchákon és a Stroman gyanús embereken kívül, hát ez az egész gazdasági érdekkör, vagy gazdasági hatalmi centrum, ez része a Fidesznek. Én tényleg elég régóta követem a Fidesz történetét és Orbán Viktornak a tevékenységét. Azt mondhatom, hogy a Fidesz az nem egy hagyományos értelemben vett politikai párt, még csak nem is egy ilyen vallásos, szektaszerű jegyeket mutató, hát különleges politikai közösség, hanem egy olyan konzorcium, aminek csak az egyik vezető üzletága a politika, a politikai hatalomszerzés, a másik a gazdasági hatalomszerzés. Tehát Simicska Lajos minden jel szerint legalább olyan fontos szereplője és a maga területén legalább olyan hatalommal rendelkező, vagy befolyással rendelkező személy, mint maga Orbán Viktor. A Fideszben a 92-es székházeladásból befolyt pénzek óta összefonódnak és elválaszthatatlanul összefonódnak a politikának, a gazdaságnak, meg a magánvagyon gyarapodásának a csatornái. Hát tudjuk, hogy ebből a székházpénzből már akkor annak idején Orbán Viktor édesapjának a bánya privatizációjában is landolt néhány millió. Még annyit hatalják hozzá, hogy a törvényeket úgy alakítják, tehát azoknak a lexeknek a száma, amelyeket célzatosan ilyen gazdasági haszonszerzésre hoznak, már több mint 200, és hát ültetik be az embereket az NF-től kezdve a legkülönfélébb minisztériumokba, tehát ez egy, én a maffia állam kifejezést is használni tudnám. A következő könyvöm, amin már dolgozom, ezen a két cím között vívódom, hogy a politika fertője után a hatalomfertője címet adjam ennek, ilyennek a világ leírásának, vagy a maffia állam, majd még meglátjuk. Itt lenne jó folytatni a beszélgetést, de sajnos ezt most nem tudjuk megtenni, mert lejárt az időnk és jön a híradó. Köszönöm szépen, hogy elmondtam a véleményét.